Kezdhet Győrbe az elővárosi vonatközlekedés fejlesztésére. Elmondjuk, hogy a szakemberek tanácsai szerint érdemes-e már téli gumit felrakni az autókra, és szó lesz a rózsaszín októberről is, amelyben a mellrák szűrés fontosságára hívják fel a szakemberek a figyelmet. Tartsanak velünk ma este is, pár pillanat, és már is kezdünk. 137 fővel nőtt, így már 4000 fölé emelkedett a Győr-Moson-Sopron megyei koronavírusos fertőzöttek száma szerdán. A legfontosabb információkat a járvánnyal kapcsolatban most Lukács Bence mondja el önöknek. Szervusz Zsuzsi, köszöntöm az Oxigén televízió nézőit, mondom a legfontosabb információkat. 2291 embernél mutatták ki egy nap alatt a koronavírus fertőzést, ezzel pedig 65.933 főre emelkedett a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 43 idős krónikus beteg, így az elhunytak száma 1578 főre emelkedett Magyarországon, 17.098-an pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 47.257 fő. 3166 koronavírusos beteget ápolnak kórházba, közülük pedig 263-an vannak lélegeztetőgépen. Térségünkben Győr-Moson-Sopron megyében 4049-re nőtt a fertőzöttek száma. Müller Cecília az operatív törzs mai sajtótájékoztatóján elmondta, az egészségügyi ellátórendszer továbbra is rendelkezésre áll mindenkinek, akinek szüksége van rá, a második vonalban pedig beléptek az egyetemi klinikák, ahol szintén folyik az ellátás. A védekezés tehát tervszerűen zajlik, mondta az országos tisztifőorvos, aki egyébként hozzátette, sok ország szembesült azzal, hogy az egészségügyi ellátórendszere túlterhelődött, nálunk erről nincsen szó, Magyarországon továbbra is mindenki megkapja a szükséges ellátást. Folyamatosan nő a tesztelési kapacitás is, hangzott el, ráadásul ezentúl az Országos Vérellátóközpont is részt vesz a laboratóriumi vizsgálatokban. Egyébként 1 millió fölött van az elvégzett tesztek száma Magyarországon. A szociális intézményeket folyamatosan vizsgálják, annak érdekében, hogy a vírus ne jusson be ezekbe az épületekbe. Ezek tehát a legfontosabb információk. Több mint 100 milliárd forintot fordíthat Győr a kötött pályás elővárosi tömegközlekedés fejlesztésére, hangzott el a közgyűlésen. Dr. Dézsi Csaba András polgármester azt mondta, a kormány előirányozta ezt az összeget, ha az Európai Unió megszavazza, ez a pénz Győrbe érkezhet. Emellett 1 milliárd forint útfejlesztési támogatásra is kapott ígéretet a város. Kiderült az is, hogy az önkormányzat megvásárolta a Radó Szigeti Spartacus csónakházat nettó 135 millió forintért. Ez hazánk legrégebbi csónakháza, a felújítása pedig többször felvetődött már, eddig eredménytelenül. Lassan tele lesznek a gumiszervizek, az autósok elkezdték lecserélni a nyári garnitúrát a télire. A szakértők szerint, habár nincs előírva, hogy mikor kell használni, illetve kell-e, több szempontból is érdemes a váltás, hiszen az évszakhoz igazított abroncsnak sokkal jobb például a tapadása. Az őszi idő beköszöntével lassan időszerűvé válik az autósoknál a gumik cserélése. Éjjelente már nem ritka, hogy 7 Celsius fok alá csökken a hőmérséklet. A szakemberek azt ajánlják, ilyenkor már érdemes téli gumikkal járni. Ezek az abroncsok a 10-15 fokos hőmérsékletet is bírják, így érdemes már lecserélni a nyári gumikat. Itthon nincsen erre törvényileg megszabva olyan dátum, amit követnünk kellene, hanem azt szoktuk mondani, hogy a 7 Celsius fokos átlag hőmérséklet alatt érdemes kicserélni. Amit még figyelembe kell venni, hogy mondjuk Ausztriában november 1-től kötelező a téli gumiknak a használata. Akik használt gumit szeretnének venni, azoknak is célszerű megnézetni szakemberrel a mintázatát, illetve az állapotát. A téli és a nyári gumi közt jelentős különbségek vannak. Nagy különbség van, a kettő teljesen másra tervezik. A téli gumi nem csak hóban és esőben, de 7 Celsius fok alatt már jobban működik. Jobb a tapadás, és sokkal puhább keverékről van szó, ezért is érdemes használni. Havas körülmények között a fékus sokkal rövidebb, jobban fordul vele az autó a nyárihoz képest, illetve alapvetően jóval nagyobb tapadást biztosít. Magyarországon törvény nem írja elő a téli gumi használatát, azonban sokkal biztonságosabb ezen időszakban a megfelelő gumiabroncsal közlekedni. A járműiparág tavaszi leállása után a negyedik negyedévben majdnem minden járműipari vállalat kapacitásának határait megközelítő szinten termel majd az országban.
A Magyar Gépjárműipari Egyesület elnöke Pintér István szerint, aki egyben a győri székhelyű Rába Járműipari Holding elnök vezérigazgatója, a koronavírus járvány miatti tavaszi leállást követően gyorsan rendeződtek a termelési sorok, amiben annak is szerepe volt, hogy a vállalatok idén eddig a valós igényeknél kevesebbet termeltek. Az egyesület tagvállalatai úgy látják, hogy a termelési szint a negyedik negyedévben összehasonlítható lesz a tavalyi év azonos időszakával, fogalmazott az elnök. A vállalkozók számára alakítottak ki a kamarában egy olyan helyet, ahol találkozni tudnak, illetve rendezvényeket tarthatnak. A megnyitón többek közt elhangzott az is, ki után kapta nevét a kávézó, illetve hogy miért érezték szükségét a helynek. Újabb helyen találkozhatnak a vállalkozók, az ötlet még pár évvel ezelőtt született, az álomból pedig idén lett valóság. Pintér Péntek Imre, a kamara elnöke elmondta, mivel az épületben több száz rendezvényt tartanak, így szükségét érezték egy ilyen hely kialakításának. A kamarának van egy saját irodaháza, és a saját irodaházat mindig megpróbáljuk fejleszteni. És ez hiányzott ebből az irodaházból, hogy legyen egy olyan elegáns leülőhely, ahol tudnak találkozni a vállalkozók. Tudnak találkozni a vállalkozók csak egy kávéra, egy üzleti megbeszélésre, de kisebb rendezvényekre is ez teljesen alkalmas, és egy olyan házból egy éve volt 350 rendezvény, egyszerűen már szükségszerűvé vált, hogy létrehozzunk egy ilyen vendéglátóegységet. Az elnevezés sem véletlen, abból az időből származik, amikor még Győr egy kalmárváros volt, és a lehetőségek jelentősen beszűkültek. Az akkori vállalkozók kitalálták, hogy létrehozzák a győri ipart. Az egyik központi alak Léderer Ágoston volt, aki 1857-ben született, akinek a nevéhez például a Szeszgyár nagyüzemmététele és fellendítése, valamint a vagongyár létrehozása kapcsolódik. Mi megyénkben van 26 ezer regisztrált vállalkozó, a kamarának van 1000 tagja. Ha csak ők jönnek el minden héten egyszer, akkor nem lesz elég ez a kávézó, tehát merítése az óriási. Mi szeretnénk a vállalkozók részére egy találkozó helyet létrehozni, hogy bejövök, jaj de jó, hogy találkoztam veled, te is itt voltál, és akkor így meg egy kávét beszélgessünk, ez az egyik része. A másik része a rendezvényekhez való kötődés, mondtam, van a kamara székházban egy évben 300-an több rendezvény. A harmadik dolog pedig maga itt a kávézóban is rendezünk kisebb megbeszéléseket, beszélgetéseket, klubokat és sok minden mást. Ebben a helyiségben rendeznek majd több rendezvényt is, amiken ingyenesen vehetnek részt a kamarai tagok, viszont a létszám a kávézó mérete miatt korlátozott lesz. Győri Egyesület segíti a rákbetegeket már 20 éve. Számos programot szoktak rendezni a tagok számára, amiknek nagy részét idén le kellett mondaniuk. Ettől függetlenül szeretnének minél több emberhez eljutni. A legfőbb aktualitás a rózsaszín október, amelyben a mellrákszűrés fontosságára hívják fel a figyelmet. Amiket elkezdünk, lent a lábadat fogod használni, úgyhogy a bokáidat melegítsd. Igenis, megrendezték a Pink futást és sétát Győrben. Az esemény egyik főszervezője az Esély a gyógyulásra győri rákbetegek egyesülete volt. Idén a járvány miatt több programot is le kellett mondaniuk, viszont úgy döntöttek, a sétát és a futást megtartják. A járványügyi helyzet előtt nagyon sok program lehetőség várta az egyesület tagjait. Sajnos márciusban fel kellett, hogy függesszük a programjainkat a COVID-19 vírus miatt. De egyébként mind kulturális, mind szakmai programok rendszeresen itt megtalálhatók. Egy évben egyszer szoktunk egy nagyszabású sétát és konferenciát szervezni, így október hónapban. Ezen kívül erőadásra szoktunk hívni orvosokat és a betegséggel kapcsolatos egyéb szakembereket. Az előző években lehetőség volt gyógytornára, jogára és még sok más programra. Az egyesület tagjai most azonban online szoktak tornázni hetente. A tagok többnyire mellrákkal diagnosztizált vagy átesett betegek, de vannak köztük más betegséggel élők és támogatók is. Múlt héten a Jedlik híd is rózsaszínné változott, ami szintén a betegségre hívta fel a figyelmet. Szeretnénk felhívni a figyelmet egyrészt a rákszűrés fontosságára. Ugye 45 és 65 év között hívják be a hölgyeket két évente, azonban a fiatal korosztály is meg kell valamilyen formában szólítani, egyre fiatalabbakat érint ez a betegség.
A szakemberek azt tanácsolják, ha bárki érez elváltozást magán, akkor nem szabad várni vele, hanem minél előbb orvoshoz kell fordulni. Felhívják a figyelmet arra is, hogy az önvizsgálatot célszerű minden nap elvégezni, mert minél hamarabb tudják diagnosztizálni a betegséget, annál nagyobb az esély a gyógyulásra. Szombaton idén utoljára kihelyezett hulladékgyűjtőbe vihetik a győri lakcímmel rendelkezők a feleslegessé vált háztartási hulladékot. A lomtalanítás sok nehézséget okozott, ezt szeretnék így elkerülni, valamint a zug szemetelést megszüntetni. Lehetősége lesz szombaton a győri lakcímmel rendelkező lakosoknak elhelyezni a feleslegessé vált hulladékot Réffaluban, egy az erre kijelölt helyen. Egyre több intézkedés van a városban való szemetelés megszüntetésére, ugyanis az önkormányzat célja, hogy Győr legyen a legtisztább város Magyarországon. Most szombaton 8 és 16 óra között itt Győrben, Réffaluban, a Széchenyi híd lábánál fogunk kihelyezett hulladékudvart tartani. Ez lesz az utolsó ebben az esztendőben a városban, és itt elsősorban a réffalui polgárokat várjuk. Ebben a réffalui hulladékudvarban ugyanazok a szabályok érvényesek, mint korábban a másik területeken, ahol ilyet tudtunk hirdetni. A hulladék elhelyezésének a feltétele az, hogy aki odaérkezik, a lakcímkártyáját vigye magával, vagy egy olyan csekkszelvényt, ami igazolja, hogy befizették a személydíjat. Az előző ilyen eseményen több mint 100 győri lakos adta le a hulladékát. Az elmúlt időszakban nagyon sokat tettünk azért, hogy Réffalu tisztább és érhetőbb legyen. Sok helyre helyeztünk ki szemetes kukákat, illetve lecseréltük a régi szelektív szigetek egy részét is. Én azt gondolom, hogy rendezettebbé vált ezáltal a városrész, és hát ezek a kihelyezett szelektív udvarok is azt szolgálják, hogy a lakosság megfelelő módon tudjon a lomtól megszabadulni. Úgyhogy én mindenkit biztatok, hogy a járványügyi intézkedések betartásával jöjjön és használja ezt a hétvégi kihelyezett hulladékudvart. Az esemény kapcsán tartott sajtótájékoztatón elhangzott az is, hogy ezzel szeretnék elkerülni a lomtalanítás miatti kellemetlenségeket, valamint a zug szemetelést is szeretnék megszüntetni. A kihelyezett hulladék lerakóhelyen többfajta hulladék lerakására is lesz lehetősége a lakosságnak. Papír, műanyag, fém, csomagolási, illetve nem csomagolási fém hulladékot, építési törmeléket, faágakat, fanyesedéket, a lomhulladékot, a bútorokat, nem használt tárgyakat, elektronikai hulladékokat, háztartási kis- és nagygépeket. Felhívták a figyelmet arra, hogy veszélyes hulladékot, mint például festéket, higítókat, lakkókat, fáradt olajakat a hulladék lerakó helyen nem tudnak átvenni. Újabb információk derültek ki arról az embercsempészről, aki hétfőn délután egy kézigránáttal felrobbantotta magát Vidnyédnél. Mint kiderült, a migránsokat szállító férfi egy 52 éves német állampolgár, aki nem ismeretlen az osztrák hatóságok előtt. Ausztriában szintén embercsempészés miatt van folyamatban vele szemben nyomozás. Az autóban utazó illegális migránsok közül kettőt a helyszínen sikerült elfogni, hármukat pedig Ausztriában fogták el a hatóságok. A bűnözők lopásra használják a megemlékezés napjait. Erre hívja fel a figyelmet a Győr-Moson-Sopron megyei rendőrfőkapitányság. A gépkocsi feltörések, temetői alkalmi és a zseblopások azok a bűncselekmények, amelyek ezt az időszakot a leginkább jellemzik, írják. A rendőrök azt tanácsolják, hogy az autókat hagyjuk jól látható, kivilágított helyen, ne maradjon benne érték. A táskát rövid időre se hagyjuk őrizetlenül, mert gyakran előfordul, hogy a tolvajok azt az időt használják ki, amíg valaki elmegy vízért, vagy az elszáradt virágokat dobja. A találkozó összefoglalóját holnapi híradónkban meg is tudjuk mutatni önöknek. Végül a következő napok győri időjárásáról néhány szó. Csütörtökön egy hideg fronthoz változást időjárásunkban. A délelőtt folyamán északnyugat felől erős felhősödés várható, miközben élénkülő északnyugati szél támad. Pénteken nyugat felől ismét növekszik a felhőzet, csak átmeneti derengő időszakok fordulhatnak elő. Elszórtan időszakos esőre, záporra is készülni kell. Szombaton délelőtt erős, délután mérséklődő északi szél fúj. Reggel még lehet zápor, elszórtan eső, majd csökken a felhőzet és kisüt a nap is.
is. Kedves nézőink, ma esti híradónk után is jön Nyitott kapuk című műsorunk, amelyben Meronka Péter beszélget győri iskola igazgatókkal azért, hogy az elmaradó nyílt napok ellenére is legyen lehetőségük a pályaválasztás előtt álló fiataloknak megismerkedni a tovább tanulási feltételekkel. Ma is két beszélgetést láthatnak, hogy kivel, azt Meronka Péter mondja el önöknek. Szervusz, és egyben köszöntöm a kedves nézőket! Nyitott kapuk címmel egy új sorozatot indítottunk a héten itt az Oxigén televízióban. Bemutatjuk, mind a 28 győri középiskolától tovább lehet majd tanulni. 4 intézményt már láthattak, hétfőn, illetve kedden, ma pedig újabb 2 iskola mutatkozik be. Ugye a pályaválasztás előtt álló fiatalok, illetve szüleik picit most gondban lehetnek, hiszen nem lehet bemenni az iskolába, nem lehet megnézni nyitott órákat, nem tudnak annyit beszélni. Nyilván tudnak beszélni olyan diákokkal, akik odajárnak, de mégis arra gondoltunk, hogy legyen egy plusz benyomás, egy első benyomás arról, hogy mit is gondolnak az igazgatók az ő intézményükről, hol tartanak, merre tartanak, mi az, ami fontos, kiknek ajánlják elsősorban az ő képzésüket. Ma este is 2 iskolát ismerhetnek meg. Az egyik majd az Apor gimnázium lesz, ami egy katolikus iskolaközpont, és már az óvodától foglalkoznak a gyerekekkel. A másik pedig szintén egy olyan iskola, ahol már általános iskolai képzés is folyik, a Szabadhegyi 2 tanítási nyelvű iskola. Úgyhogy a 2 igazgató érkezik majd hozzánk. A 7 órás irad után várom önöket először, és persze a 8, a 9, a 10, illetve a 11 órás ismétlés után is meg lehet nézni ezeket a beszélgetéseket. Kedves nézőink, az Oxigén televízió híradóját látták október 28-án szerdán. Köszönöm ma esti figyelmüket, de tartsanak velünk a folytatásban is, hiszen jön Meronka Péter a nyitott kapukkal. Híradóval pedig holnap este 7 órakor ismételten várjuk önöket. Kellemes tévézést, jó pihenést kívánok mindannyiuknak. A viszont. Thank you.